Egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet ágyban párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fogarág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Nei halált adj, Istenem, nei halált adj én nekem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvés csavar ki tövestül. Legyek kőszírt, mint a hegyről a völgybe eget földet rázó mennydörgés dönt le, ha majd minden rabszolga nép, jármát megunva síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal és a zászlókom szent jelszóval, világszabadság, s ezt elharsogják, elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik, ott tessem el én, a harc mezején, ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből, s ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az az acéli zörej, a trombita hangja az ágyú dörej, s holtestemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadarra, s ott hagyjanak engemet összetiporva, ott szedjék össze elszólt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével, és fátyolos zászlók kíséretével, a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság. Pest 1846. decemberének vége. Míg az 50-es években, 1950-es években, amikor Petőfit két kötetben jelentették meg, szép illusztrációkkal, tipografikusan szép illusztrációkkal, és I. és Gyulának az egyes, nem minden, de az egyes versekhez fűzött kommentárjaival, vagy éppen az I. és Gyula Petőfi Sándorából idézett rövid hát jellemzésekkel, akkor ott azt olvashattuk, hogy a magyar költészetnek egyik legszebb rapszódiája ez, amit aztán később Pécsi László, a híres magyar verstankutató egy kicsit helyesbített, más műfajba sorolta be ezt a verset, de az biztos, hogy Iésnek abban igaza volt, hogy ilyen sodró lendületű, ilyen egyvég vászomból készült vers kevés van költészetünkben, hogy nem tudsz megállni, a ritmus, az időmértékes ritmus sodor, sodor, visz előre, és ugyanakkor a képeknek a patakzó bősége, az elején a hasonlatoknak a megejtő egyszerűsége, ugye a virág meg a fa, hát vannak ennél egyszerűbb költészet, történeti hasonlatok, jelképek, és aztán a csata, a pirosló arccal, piros zászlókkal, ugye a francia forradalomban jelenik meg a piros szín, ami később aztán a munkás mozgalomnak és a szocialisztikus, kommunisztikus törekvéseknek, és igen, Petőfit be lehetne sorolni az első kommunisták közé, csak ez nagyon rosszul hangzik, meg is támadták egykori főnökömet, Lukácsi Sándor irodalomtörténészt, hogy hogy mer ilyeneket állítani. Hát ez ugyanúgy nem illik bele a képbe, mint sok más dolog még Petőfiről, hadd ne soroljam föl ezeket, de Petőfiről el kell tudnunk mondani, hogy ő valóban a 19. század költőiben, az egy gondolat bánt engemetben hit abban, amit a kereszténység csak a mennyek országával hirdet, amit Jézus második eljövetele hoz el, de ő, Petőfi hit abban, hogy már itt a földön eljöhet ez a Kánaán, ez a mennyek országa, mert ez az emberhez egyedül méltó létezésforma. És ebben igaza volt.
abban már nyilván tévedett, hogy ez a Földön soha nem fog eljönni, sőt ennek éppen az ellentétét fogjuk látni ebben a viharos, drámai világtörténelemben, amely csak úgy zúgít fölöttünk. Mit forral magában Gallia Sándorra, kérdezte már Berzsenyi Dániel is az Amátus című nagy történet filozófiai versében, de Petőfi itt a világszabadságot követeli, a világszabadság. Nem elég egy népnek a szabadsága, és ő nem csak egy nép szabadságáért küzdött, vagy úgy küzd egy nép szabadságáért, hogy az minden nép szabadságát készíts elő, világszabadság legyen. Világszabadság, világboldogság és világigazság csak egy országban lesz. Mert mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik, mondja Péter apostol második levele harmadik fejezetében. Petőfi igaz dolgot sejtett meg, érzett át, amikor azt mondta, hogy emberhez méltó létezésnek csak ez nevezhető. És nyilván nem látta azt, nem láthatta, mert a Bibliát sem ismerték akkor olyan mélységben, és a történelemben is olyan magasságban hittek, mint hogy ma már ebben szinte senki nem hisz, hogy ő ezt a világszabadságot, amiért az életét képes odaadni, e földi történelemben gondolta el, hogy a híres szőlőszem hasonlatban még millió éveket is adott rá az apostol híres, szinte betét, filozófikus töprengésében. Ez Petőfi, meg kell becsülnünk, amazért is nagyon, és ne nézzük át emezt, ne nézzük el neki, hanem tanuljunk belőle, és vegyük tekintetbe egy valakinek híres mondását, hogy az én országom nem e világból való.